Szatmári János 1969. március 25-én Nádudvaron született. 303-szoros válogatott, olimpiai negyedik helyezett. 1995 és 2001 között volt a Veszprém játékosa. Négyszeres magyar bajnok, négyszeres magyar kupa győztes, 2006-ban a spanyol kupa győztese. A nádudvari és a debreceni csapat után külföldre szerződött, és aztán megérkezett a Veszprémhez, ahol teljesen más atmoszféra fogadta. Teljesen más volt a légkör, tehát ugye március 15-i csarnokban játszottunk, és én azt gondolom, hogy olyan fantasztikus nézőközönség volt, hogy tényleg szétdőlt a csarnok szó szerint. Tehát a B közepünk az olyan volt, hogy az első pillanattól olyan hangulatot teremtett a mérkőzése, hogy te utána még másnap sem hallottad a saját szabadat sem, tehát egy kisebb csarnok volt, tehát zsúfolásig telve, nagyon sok magyar játékossal, tehát közvetlenül ismertük a szurkolókat. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan légkör volt, azt gondolom, ahol szinte nem is lehetett veszíteni. Tehát a hazai pályán azt gondolom, mi nem sokszor veszítettünk, mind bajnoki meccseken, mind pedig kupa mérkőzéseken. Elmondása alapján akkoriban más út vezetett a sikerhez. Abban az időben inkább voltak nagylövők, tehát akik távoli zónából lőttek, tehát egy kicsit egyszerűbb volt a játék, nem volt ennyi figura tulajdonképpen, most eléggé. Nem azt mondom, hogy minden csapat azt játsza, de nagyon sok figura van tulajdonképpen, amit játszanak. Ott viszont a mi időkben én azt gondolom, nagyon sok múlott azon, hogy az irányítók hogyan tudtak dönteni. Mi gyerekkortól kezdve együtt játszottunk, tehát utánpótlásban együtt játszottunk, utána junior korosztály, és utána felnőtt korosztály. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok éven keresztül együtt voltunk, és tényleg egymás gondolatát ismertük, és tudtuk azt, hogy a másikat mivel lehet kizökkenteni, abból esetleg abból a rossz napjából, vagy hogyha éppen nagyon ment, és akkor vissza kellett fogni. Tehát sokkal jobban ismertük azt gondolom egymást. 1992-ben már ott volt a barcelonai olimpián, és 2004-ben is nagy részt vállalt a negyedik helyezés elérésében. Ami idézőben a pályafutásomból nagyon hiányzik, vagy aminek nagy örülnék, egy érem mindenképpen világverseny, hiszen nagyon sok világverseny volt, aztán azt hiszem 12 világverseny voltam, azt hiszem játékosként, azóta segélykönként, vagy 6 vagy 7 világverseny, de sajnos még érmet nem sikerült szerezni. Tehát ugye a Svájc volt, azt hiszem 88, vagy valami, azt hiszem mások lettek ugye a magyarok, azóta ugye nem semmilyen. De ha most megnézzük a most az eredményességet, most meg az a negyedik hely, vagy az a hatodik hely, vagy az a hetedik hely, az nagyon jó jönne. 43 évesen befejezett játékos karrierje után edzőnek állt, jelenleg két másik veszprémi legendával együtt Balatonfüreden, valamint a Nemzeti Kézilabda Akadémián dolgozik. Azt gondolom, nem mindig adott az, hogyha valaki esetleg jó játékos volt, hogy az jó edző is lesz. És hál' Istennek jók voltak a visszajelzések, úgyhogy én úgy gondolom, hogy megtaláltam a utána következő lehetőséget ugyanebben a sportban, ugye ezt csinálom már 30-35 éve, és most ugye segítem a gyerekek munkáját, a felnőtteknek a munkáját, ami azt gondolom, hogy nem egyszerű, tehát én azt gondolom, játékosként sokkal egyszerűbb volt, esetleg meghallgatni az instrukciókat, információkat, és akkor te azt megcsináltad. Most nehéz a gyerekeket rávenni arra, hogy úgy csinálják, ahogy te kéred, és te kevés vagy ahhoz, hogy te jó kapust csinálj valakiből, mert ő is kell hozzá. És hát nem egyszerű dolog, tehát nem egyszerű dolog, de én azt gondolom, hogy mindig megtalálom velük azt a, mint a hangnemet, mint azt az időt, ahol azt gondolom, hogy rá tudom venni őket a munkára, és hál' Istennek vannak tehetséges játékosok.